Köszöntöm a nézőket! A mai köztér fókuszában a civilek állnak. Szó lesz a civil szervezetek támogatásáról, és elkalauzoljuk Önöket a civil napra. Tartsanak velünk! 9 milliárd forintos keret áll a civilek rendelkezésére. Közösségi terek, új ifjúsági, művészeti, kulturális és szabadidős programok indulnak. A civileket érintő lehetőségekről tartott tájékoztatót a Fejér megyei civil közösségi és szolgáltató központ. Molnár Tamás, a környezetvédelmi és civil ügyek tanácsnoka megköszönte a civilek, valamint az őket koordináló központ vírushelyzet alatt tanúsított munkáját, illetve megerősítette a minden évben megvalósuló civil nap fontosságát. Szeretnénk megköszönni mindazt a munkát, amit nem csak az elmúlt 6 hónapban a veszélyhelyzet idején, hanem az elmúlt években az önkormányzatnak, a székesfehérvárosnak nyújtottak a civil szervezetek, és szeretnénk megköszönni ezt a koordináló munkát a Fejér megyei közösségi szolgáltató központnak, akik folyamatosan a veszélyhelyzet ideje alatt is koordinálták ezt a munkát, és elmondhatjuk, hogy a civil szervezetek nagyon komoly munkát végeztek el a veszélyhelyzet alatt, és az önkormányzat válláról nagyon sok terhet vettek le. Szeretnénk megköszönni. Látnunk kell azt, hogy a civil szervezeteknek nagyon nagy szüksége van mind a humán erőforrás bevonásra, önkéntesek toborzására, mind pedig a források, adományok bevonására, amire egy ilyen alkalom tökéletes lehet, hiszen a székesfehérváriak eljönnek, élvezik a programot, megismerkednek a civil szervezetekkel, és lehet, hogy a következő héten már önkéntesként segítenek a civil szervezetnek. A találkozón az is kiderült, hogy az Európai Uniós Fejlesztési Időszak új módszere a CLLD, azaz a közösség vezérelt helyi fejlesztés, amelynek keretében közösségi terek, új ifjúsági, művészeti, kulturális és szabadidős programok indulnak. Nincs ez másként Székesfehérváron sem. A 2016-ban megalakult Alba Régia helyi közösség helyi akciócsoport felhívására szervezetek, intézmények, egyesületek, alapítványok, non-profit KFT-k nyújtottak be pályázatot. A 2014-20-as Európai Uniós Fejlesztési Időszaknak egy új módszere ez a CLLD, közösségvezérelt helyi fejlesztést jelent, ez egy mozaik szó. Igazából ez abból nyilvánul meg, hogy a döntés nem egy egyszemélyi döntés, hanem egy helyi akciócsoport alakul, aki közösen hozza meg a pályázatok döntését. Ez annyit jelent, hogy itt Székesfehérváron 2016 májusában megalakult egy 10 tagú akciócsoport, a civil szféra, a gazdasági szféra és az önkormányzat részvételével. Ez egy 10 tagú és reprezentálja ezt a 3 szférát, és a döntéseket közösen ez az akciócsoport hozza meg. Ez az akciócsoport megalkotta a Székesfehérvár helyi közösségi fejlesztési stratégiát 2016-20-ra, és ezzel pályázott be egy Európai Uniós pályázatra, ami a top 7-1-16-2016-0031 számú Székesfehérvár helyi közösségi fejlesztési stratégia 2016-2020 című projekt, és ez ad lehetőséget arra, hogy a helyi szervezetek, intézmények, egyesületek, alapítványok, non-profit KFT-k az akciócsoport által kiírt helyi felhívásokra pályázatokat tudjanak benyújtani. 3 helyi felhívást írt ki az akciócsoport. Az első felhívás a Bartók Béla tér, Fehérvár új agórája és környezete közösségi téri fejlesztése címet viseli. Erre Fehérvár önkormányzata pályázhatott. Ez volt a projektnek a kulcsprojektje. Ez egy 262 milliós forint keretösszegű fejlesztés. Még egy infrastrukturális projekt került kiírásra, ez a közösség intézmények és szabadtéri helyszínek kisléptékű közösségi célú fejlesztése. Ez közösségi terek kialakítását célozta szintén, ez egy beruházás és eszközbeszerzés együtt történhetett meg, és a harmadik az ESZA típusú felhívás, ami a programok rendezvények támogatására irányult, ez pedig egy 250 millió forint keretösszeggel kiírt támogatás volt. Több mint 50-en pályáztak, és a helyi akciócsoport 34 pályázatot javasolt támogatásra. Ez annyit jelentett, hogy ez a forrásfelhasználás maximális kihasználását is jelentette. A pályázók, hát van, aki ugye infrastrukturális beruházást valósít meg, közösségi tér létrehozása, ilyen például a Vörösmarty Mihály könyvtár, budaiti tagkönyvtára, ott fog kialakulni egy közösségi tér, közösségi szoba, de a legtöbb fejlesztés programok, rendezvények megvalósítására irányul.
26 projekt van ebbe a, ezen a felhívás keretében támogatást nyert projekt. A projektek egy része már 19-ben elkezdődött, 21-ig eltart valószínű, illetve hát a járványhelyzetre tekintettel elképzelhető, hogy csúsznak a projektek, hiszen ebben nagy rendezvények is vannak, életmódfesztivál, gasztrofesztivál, több ezer főt megmozgató események, illetve kisebb jellegű előadások, táncház, és minden egyéb olyan program, ami a helyi identitást, a társadalmi összetartást és a helyi közösségek erősítését célozza. A három helyi felhívásra a keretösszeg közel 650 millió forint. Például a programok, rendezvények támogatásánál ott 3 és 20 millió forint összegű támogatásra tudtak pályázni a helyi szervezetek. Ugyanez volt jellemző, ott egy kicsit már nagyobb volt az összeg, 50 millióig pályázhattak az infrastruktúrális beruházásnál, és mint említettem, a Bartók Béla tér az kimondottan kiemelt kulcsprojektnél csak a város nyújthatott be pályázatot. Bertó Kovács Erika, a Fejér megyei civil közösségi és szolgáltató központ irodavezetője a civileket érintő NEA által kiírt pályázati lehetőségekről, illetve a kérelem benyújtásának változásairól tájékoztatott. Az új pályázói felület a Nemzeti Informatikai Rendszer lesz, ez a NIR csúnya nevén. A Betlen Gábor alapkezelő ZRT, aki a pályázatot kezeli, az ő honlapjukon elérhető az a link, ahol fel lehet lépni erre a rendszerre. Ami fontos az, hogy a pályázatok október 12-én nyílnak, addigra érdemes már egy érvényes regisztrációval rendelkezni. Akinek ezzel problémája van, nyugodtan keresheti az irodánkat. Akár itt most a NIR regisztráció, az azon való eligazodás tekintetében tudunk segíteni, illetve ezt az egész pályázati időszakot végig mentoráljuk a igény esetén, ott, hogy projektgenerálás, hogy hogyan kellene megfogalmazni azokat az ötleteket, amiket ők szeretnének megvalósítani a támogatás terhére, illetve jellemzően van ez a gondolkodás a szervezeteknek, hogy úristen, nyerjünk már egy pályázaton, és amikor kerül, akkor úristen nyertünk, és onnantól kezdve a megvalósítás, hogy hogyan számolhatjuk el utána ezeket a költségeket, ez mind-mind olyan fontos momentum a támogatás életében, ahol segítségre lehet szüksége a szervezeteknek. A NEA 2021 konstrukció keretében el kell dönteniük, hogy egy egyszerűsített eljárásban 300 ezer forint maximum keretre pályáznak a szervezetek, vagy megugorják a nagyobbik lehetőséget, ahol kollégiumonként 5 kollégium van, kollégiumonként kell kiválasztani a szervezet alaptevékenysége szerint, hogy hova nyújtja be a pályázatot. Itt 3-4 millió forintos összegekig el lehet menni, ezt majd a kiírás fogja mutatni nekik, hogy mik a lehetőségeik támogatási keret tekintetében, és itt igazából működési célú, vagy összevont pályázatokat nyújthatnak be, ahol programra és működési költségekre egyaránt pályázhatnak. 1500 civil szervezet van az adatbázisunkban, akikkel rendezvények során, mentorálás tekintetében kapcsolatban állunk. Most van a tartalmi bírálata a falusi civil alapoknak a pályázataiban. Ott is volt egy ilyen első ugrás, ahol segítettünk. Ez egy ilyen teljesen új konstrukció volt. Most a formai bírálatok átmentek, jön a tartalmi, és akkor, amikor jön a támogatói okirat, akkor jövünk mi a képbe, hogy most akkor mit csatoljunk hova, és akkor hogy kezdjünk hozzá. Nyilván ez a pandémiás időszak most ez mindenkiben egy ilyen bizonytalanságot szül, hogy elkezdhetem csinálni, nem kezdhetem csinálni, módosítsam-e a pályázatomat, akkor ez megint egy eljárás, ahol a támogatáskezelővel kell felvenni a kapcsolatot. Aztán októberben indul a NEA, akkor a NEA-kkal foglalkozunk ott szerintem pályázat végéig, úgy karácsonyig, és akkor utána jön a következő év, amikor meg elkezdődnek még az előző pályázatoknak a beszámolási időszaka, úgyhogy ez egy ilyen folytonos munka, illetve mindig az aktuális társadalmi igények, meg az aktuális helyzet mutatja, hogy milyen konstrukciók születnek, mik kerülnek kiírásra, úgyhogy ezt mi is folyton tanuljuk, és folyamatosan tanítjuk tovább. Hű,
Különleges szabályokkal és minden egészségügyi intézkedést betartva rendezték meg a székesfehérvári civil napot. Az eddiginél jóval nagyobb területen közel 60 civil szervezet jókedvűen várta színes, játékos programokkal az Icsi Ligetbe érkezőket. Dobszóval, énekkel, játékos foglalkozásokkal, kisállat bemutatóval indult a szombati nap az Icsi Ligetben. Immár 13. alkalommal rendezte meg Székesfehérvár önkormányzata a civil napot azzal a céllal, hogy a segíteni szándékozók megtalálhassák a számukra a legmegfelelőbb önkéntes munkát. A városban működő civil szervezetek pedig hagyományosan ilyenkor mutathatják be tevékenységeiket, programjaikat, eredményeiket. Hagyomány már a civil nap, és az idén sem maradhatott el, bár tudjuk, hogy a körülmények nem a legmegfelelőbbek, de megfelelő szabályozás. A védekezéssel idén is megtartottuk és megtartjuk a civil napot, hiszen látnunk kell azt, hogy azok a civil szervezetek, akik az elmúlt 6 hónapban dolgoztak és segítettek a védekezésben a hivatalnak, az intézményeknek, azok megérdemlik ezt az egy napot, amikor kicsit egymással tudnak beszélgetni, ki tudnak kapcsolni, és tudnak találkozni azokkal a fehérváriakkal, akik lehet, hogy majd a jövő héttől már önkéntesként fognak náluk dolgozni, hiszen látjuk azt, hogy a civileknek nem csak pénzügyi forrásokra van szüksége, hanem önkéntesekre, emberanyagra is, aki segít nekik a munkában. Úgyhogy azt gondolom, hogy a megfelelő védekezéssel és a megfelelő szabályok betartásával ez a civil nap is sikeres lesz, és a jövő évben pedig tudunk találkozni már egy sokkal felszabadultabb és maszkok nélküli civil napon. Mennyire lehetünk elégedettek a részvevői számban? Én emlékszem, az első civil napon ott mi csak néhány sátor, néhány civil volt kint, most meg így gyakorlatilag az Icsi Liget megtelt. Gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy évről évre nő a jelentkezők száma és a kitelepülők száma, és az idejében kimagaslóan sokan jöttek el. Valószínűleg tényleg az összefogás és az elmúlt 6 hónapnak az összefogása az, ami ezt eredményezte, hogy több mint 60 szervezet jelent meg idén a civil napon. Ez kimagaslóan nagy szám, úgyhogy én remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, és emelkedni fog a civil szervezetek száma. És azt ugye tudjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben van város, az ország, és hát nyilván a civileknek sem könnyű. Mire számíthatnak mondjuk a következő fél, egy, másfél évben a civil szervezetek, akiknek egy része azért valamilyen módon próbál támaszkodni a városra? Azt elmondhatjuk, hogy pont valószínűleg ez is a Covid-nak egy hatása, hogy a jövő hónapban induló NEA támogatások összegét a kormányzat majdnem duplájára emelte, most már 10 milliárd forintból tudnak majd pályázni a civil szervezetek, és azt is elmondhatom, hogy az önkormányzat is a jövő évben a költségvetésben biztosítani fogja azt a majdnem 300 millió forintos összeget, amit civil szervezeteknek külön alapokon keresztül nyújtunk. Ezek az összegek nem fognak változni, hiszen, mint mondtam, nagyon fontos pillérei Székesfehérvár társadalmának és közösségének a civil szervezetek, és tudtunk rájuk számítani a veszélyhelyzetben, és én azt gondolom, hogy az összefogás az a legfontosabb, és ezt támogatni is fogjuk. Az elmúlt időszakban a civilek munkájára kiemelten nagy szükség volt. Számos önkéntes nap mint nap úton volt a karantén időszakában, és ott tevékenykedett, ahol csak lehetett. De nem csak ők, a magánemberek is beálltak a segítők sorába. Nagyon örülünk először is, hogy itt lehetünk. Ez mindig egy nagyon jó forma, ahol meg tudunk mutatkozni. Nem csak az a lényeg, hogy a lakosság részére meg tudjuk mutatni magunkat, hanem én úgy gondolom, hogy kapcsolatteremtés miatt is nagyon fontos. Találkozunk a szervezetekkel, nyugodt körülmények között találkozunk a kollégákkal, a szakmabeliekkel, és egy nagyon jó napot tölthetünk el együtt. Az elmúlt pár hónap mennyivel adott mondjuk több feladatot nektek, mint mondjuk a korábbi években? Sokkal több feladatunk volt, talán abból kifolyólag is volt sokkal több feladatunk, mert sokkal jobban megmerték mutatni az emberek azt, hogy segítségre van szükségük, hiszen az egész országban segítségre volt szükség mindenhol. A feladatok megnövekedtek, de nagyon nagy erővel és energiával állunk neki az elkövetkezendő időszakra is, és bizton állíthatom, hogy helyt fogunk állni, és ott már leszünk a székesfehérvári polgárok mellett. Mondtad, hogy ugye sokkal több segítségre volt szükség, ezzel párhuzamosan a segítségnyújtás is a polgároktól megnőtt? Igen, mind a két irányban megnövekedett. Én úgy gondolom, hogy a tetrekészség is megnövekedett mindenkiben, hiszen aki tehette, még jobban érezte, hogy szüksége van sok mindenkinek a segítségre. A lakossági felajánlások is megnövekedtek. A Tescon belül is volt egy ilyen programja az Élelmiszerbanknak, ahol lakossági felajánlásokat kaptunk. Ebből több mint 100 kiló tartós élelmiszer tudtunk szétosztatni az elmúlt időszakban. És ugye, hogyha az ember jár már boltokban, már pedig ugye miért ne jár, akkor látja, hogy azért szeptember közepén már igencsak ráfordultunk a karácsonyra. Ez a ti életetekben is, én azt gondolom, hogy meghatározó időszak a karácsony előtti időszak. Milyen programokkal készültök, mire számítotok itt a következő hónapokban?
Hát ugye vannak régi hagyományos programjaink, ugye a kosárlabda, a kézilabda csapattal együtt szoktunk minden évben karácsonykor egy ilyen kis közösség találkozóval összekötött adományosztást folytatni. Meglátjuk, hogy ezt az idejében meg tudjuk-e tartani, ha nem ebben a formában, de másmilyen formában biztos, hogy igyekszünk majd egy kis plusz adományhoz jutatni a családoknak, hiszen az ünnepek előtt talán sokkal fontosabb az, hogy érezzék, hogy mellettük állnak, és hogy nyugodtabban tudjanak készülni ők is az ünnepekre. Volt, aki több szervezet képviseletében érkezett a civil napra. Pletcser Ádám az Alba Triatlon elnökségi tagjaként és az E-generációért Egyesület elnökeként egy kiváló lehetőségnek tartja ezt a fajta találkozást a kapcsolatok építésére. Azt gondolom, hogy az egyik legjobb lehetőség arra, hogy megismerkedjünk egyrészt. Persze fontos, hogy megismerkednek velünk a járókelők, azok, akik kilátogatnak, de azt gondolom még fontosabb az, és mi is egy picit efelé igyekszünk majd most elmenni, hogy egymással is legyen kapcsolatunk nekünk civileknek, hiszen hát együtt dolgozunk sokszor hasonló célokért, hasonló irányokba, csak valahogy mégsem találkozunk, és azt gondolom, hogy ez most egy jó alkalom, mi is egyébként elkezdtünk így körbe járni és beszélgetni, hogy ki mivel foglalkozik, és mit tudunk együtt csinálni. A civil napon alkalom adódott arra is, hogy a gyermekek és szüleik, érdeklődők megismerkedjenek a karate harcművészetével is. Reméljük, hogy sokan kijönnek ebbe a szép időbe és meglátogatják a civil szervezeteket. Hát a mi egyesületünk az alapvetően versenysportra épült korábban, aztán ezt megváltoztattuk, és inkább a valós önvédelmet tanítjuk az embereknek, ami kortól nemtől alkattól függetlenül mindenkinek tanulható és könnyen elsajátítható, és mivel imádjuk a távol-keleti kultúrát, elkezdtünk foglalkozni a japán dobogtatással is éppen most szeptembertől. Ebből a tájkóból kapnak egy kis bemutatót, egy kis ízelítőt a kilátogatók, illetve a standunk mellett ezt ki lehet egész nap próbálni. És hogy látod, mennyire nyitottak az emberek a távol-keleti kultúrára? Én azt látom, hogy érdeklődnek iránta nagyon sok helyen, igazán a probléma az, hogy kevés ilyen jellegű rendezvény van. Ugye korábban, amíg a harcművészeti gálák még működtek a városban, akkor elég sokan összetudtak egy évben egyszer oda jönni. Most ilyen alkalmak nem nagyon vannak. Részben ezt szeretnénk, ezt az űrt kitölteni azzal, hogy részben harcművészettel, részben távol-keleti kulturális programokkal ellátjuk a várost. És a harcművészetek az önvédelem felé irányába mennyire nyitottak az emberek? Hogy látod, mennyire érdekli őket, mennyire van rá szükség? Nálunk különösen idősebb korban is jelentkeznek, 76 éves a legidősebb tanítványunk, aki praktikus önvédelmi gyakorlatokat szeretnének elsajátítani. Rendszeresen járnak vissza a foglalkozásainkra, úgyhogy azt gondolom, hogy nyitottak rá az emberek. A nap folyamán többek között bemutatkozó programok, gyermekműsorok, tanácsadások, interaktív, érzékenyítő, prevenciós és kézműves foglalkozásokkal várták az Ichi Liget felátogatókat. Kedves nézőink, a köztérben a civilek álltak a fókuszban. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!